Na, elindul, nem csak a fölvétel. Kapu becsuk. Megjött a Viki, meg a Robi. És megyünk Dunaföldvárra, mert a moped rally, az idei moped rally, őszi moped rally, az Dunántúl lesz. Dunaföldvárra megyünk, ott kempingezünk, illetve faházba lakunk. És onnan lesz egy 104 kilométeres táv, ha minden jól megy. Indul a mandala! Leszkessetek, Dunántúliak! Go, 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 Chicago! Chicago! Megjönnek a alföldi rémek! Az alföld rémjei vagy krémjei? Nem mindegy. Mikor mi? Zsoltika már itt volt és megmutatta nekünk a helyes irányt. Jó, betéjével jöttünk, úgyhogy Dunaföldvár már azt a részét ismerjük, azt meg majd eztán fogjuk megismerni. Szia, Zsolti! Szia, Gábor! Én vagyok a recepciós. Itt dolgozok. Én vagyok a Dunaföldvári recepció. Ott folyik a Duna még mindig. Gyerekek, ez tegnap este óta egyfolytában folyik. Jó reggelt! Oda néz! Ide néz, oda néz! Ez a membrán? Bojdulás van, bojdulás. Mert már most mindenki meg van zavarodva. Meg vagytok zavarodva? Meg. Jó van, mindenki meg van zavarodva, ez a beszéd. Ismerős ez a motor valahonnan. Itt meg készül majd a ebéd, vagy vacsora, kinek mi. Taki bácsi, jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok. Előztök. Csillás. Szia. De rég láttam. Szia. Hi. Én ki vagyok? Én a Peste voltam ki. Hello. Hello, Mester. Szia. Hogy vagy? Rendben, rendben. Aha. Kihevertem az estéket. Az estétet. Hello, Farkas úr. Hello. Maximális tiszteletet. Szevasz. Mi újság? Hogy telt az éjszaka? Ó, hallod. Jó volt? Hideg, mint nálam. Jó. És jönnek, jönnek. Jó van. Akkor hamarosan, fél óra múlva indulom. Van. Megtöltöttem fel a nyomvonalat. Kérdezzé! Hajrá! Hajrá, hajrá! Ez a beszédes Józsi bácsi hídja. Mi a ma? Miki! Kisebb motorok vannak itt egybe, kivéve nagyobbokat.
fogtunk ki, jaj, nagyon frankó. Süt a nap. Amúgy meg az előbb a homokban a tekeréstől meg már jó melegünk van. Szent András puszta. Megálltunk, mert a takiék lemaradtak. A jó kis vityilló. Fürdő, téli fürdőmedencével. Még kis templom, kis templomja is van. Taki van, mi van? Nem tudom. Nem láttam. Takiék mögöttünk vannak, vagy előttünk? Mögöttünk. Szerelnek, vagy mit csinálnak? Mi hagytunk őket, nem tudom. De álltak? Álltak az útszél elén? Hát még menet közben előztük őket, aztán mi történt? Akkor már jó rég volt, hogy mikor volt? Na, mi még is álltunk egy 5 percet itt följebb a kanyarba. A dombra is mennek fel a motorok. Mondom, megöztem is. Nagyon jó, hogy régen motoroztunk off-roadba. Nem olyan régen, mert voltunk a Maros partján motoroztunk, igen. A hármas határ pontig elmentünk. Szerb-román magyar határ. Pálya. Nagyon jó. Vágafot. Mi van, Miki? Mi van, Robi? Egy kis piknikre megálltunk, mert ott lehet vizet vételezni. Tűzeszélyes. Akinek van a tűzeszélyes vizet. Aki nem volt, az gyújt. De nagyon jó kis hely. Mindenre is jó. Aztán megint az van, hogy én megyek elő. Ugyan miért? Hát valakinek elő is kell menni, meg hát is. Ott megkapjon bele a bordába. Ez az. Jó. Belekapott volna. Szántásba, akkor ugye megáll. Jaj, de szépen megy fölfelé. Jó, eltéve jöttünk egy kicsit. Nem sokat fölmentünk egy dombocskára, mert hát ezt a nyomvonalat, ezt nem vettük észre. Tehát keresgetni kellett. De aki keres, azt talál. Olyan, mint a Csótány Dervin, amikor fönn voltunk. De jó volt. Tudod, csúsz fel. Itt még nagyon vizes az ajzat. Aha, itt jön egy valami. A térképen ez egy volt egyenes út egyébként, szabasztok. Mivel jó helyen járunk. Szaladtam kettesbe.
alatt volt. Hogy a gyönyörűek ilyenkor a színek ősszel. Ó, ez a kis homokozó. Ó, ó, hoppá. Vajta. Dél-mezőföldi tájvédelmi körzet. Jól lenne egy kávézót találni. Mutat valamit az ére, kilométer órára a benzinkutat kéne keresni. Hát majd Bikács, majd azért az nagyobb falu, nem? Majd valami háta van a faluban. Mint az előző. Itt nincs értelme. Na miért szem? Hát az benzinkút. Az egy benzinkút. Pont oda húztad. Aha. Bármelyik szába lehet menni, egész jó. Köszi traktoros! Győrkénybe vagyunk. Ehhez a nyomvonalat keresünk benzinkutat. Már ez jó lenne már. Meg tankolni is kell. Hát már nézegettem, hogy vagyok hogy van megoldva, hogy egyszer oldalra, aztán egyszer előre. Nem lehet látni, hogy mikor fordul. Na, egy kis tankolással megvoltunk. Kajákattunk. Kávéztunk. Most visszapróbálunk gyanázni a helyre, nem tudom, hogy visszatanálunk-e, menjünk arra? Én úgy látom, hogy nincsen erre út, hogy meg kéne nekünk menni balra. Jó! Az Olti, de legalább megpróbálta. Jó van, vigyorog. Jó volt. Arra kéne balra tartanunk. Robi is megpróbálta. Jó. Hoppácska, arra kéne menjünk. Próbálkozunk. Én nem tudom, hogy az országban hány kilométer villanypásztor van, de ezt állandóan megtaláljuk. Valahogy át kéne kelni, hát van egy sarok. De ott fönn már megint van villanypásztor, az igen. Nem jó. Erre kell menni. Nekem gyanús. Ha most irányba az az irány. De megnézem mindjárt.
fordul be az irányba a térkép. Hú, de jók ezek a domboldalba vájott útak. Volt bele 3-4 méter magas is, jaj de jó volt. Ez a kintlenni csapás. Ez a csapás. Nagyon jó. Ez ilyen gatyaszaggató, kabászaggató, sisakkaristoló. Azért nem szeretem a kamerát ültenni a sisak tetejére, például azért úgy. Másrészt meg azért nem, mert nem tudom irányítani sem. Kibekapcsolásra gondolok. De szerintem a hang se hallatszik. Tökéletesen, ha a fejezeteim van a kamera. Valamilyen nem megy. Mintha nem kapna üzemanyagot. Teljesen elfogyott az erő. Köszi! Nem tudom mi volt. De jó volt. Nem tudom mi volt, de jó volt. Nyolcas anya kéne Robinak a kifogójához. Mit iszol? Keveréket? Hanyas? 33-as? Ez 50-es. Lehet, hogy rakok rá kontrát is. Kontrát, gazsi! Nézzük, mi hiányzik. Mi hiányzik honnan? Aha. Az a baj, nem a menete, baszki, normál menetese. Az nem, mert 1.25-ös. Hoppa, kérem. Az 1.25-ös, ez meg szar. Szar így. Én nem értem, minden apróságon fönnök adnak. Ez a mai fiatalság, ez a baj. Ez a baj. Ezt leveszed? Főhajtod rá oda, mert ez nem tud leesni a teló, mert ez ott tartja. Tehát ettől nem tud kicsúszni, ez ott tartja. És így tovább. Mindig meg kell oldani mindent, csak nem minden van videóra fölvéve. Nagyon sokszor úgy kezdődik a történet, hogy nekiesünk és megoldjuk, aztán már indulunk is, és hoppá, ezt nem vettük föl videóra. Ezt sem. Voltak olyan bedőlt fakek, kikerülések, meg minden, hogy még olyat. Az igen. De lennyetek nyugodtan, aztán majd megyek. Hát van spray. Mi? Spray. Milyen spray? Defekt spray. Van neked olyan? Van. Van neked olyan. De azt fújjuk bele, nem tudom, hogy hol fazonban. Hát. Kapjuk szépen, azt csináljuk megfele. Na. Jó. Add majd a propelleres pumpát, Gábor. Propelleres pumpát. Adom. A propelleres pumpám. De le van fixálva, nem tud propellerezni. De csak az alja! Van mindenetek? Ez karót is mászik? Minden csinál. Minden tud. Jó, van, megyedek. Fölnyúlok neki! Megvan a bele, megvan a csavarodva. Na, Nem, jött, vicceltem. Fújjunk bele! Most fújjuk bele! Tüdővel! Igen! Az... Hogy megijedt az? Valami megszúrt, azt utána meghasolt. Nem, ez csak... Igen, lehet éppen. Csinálja úgy, mint a Metro Goldwyn Mayerbe az oroszlán. De most már akkor ne böcsöljetek, rakjatok bele újat. Én ilyet nem szoktam visszarakni. Na most sikerült egy másik belső gumit rakni bele. Ez meg MZ-tel lesz? Igen. Közben a betácskám. Itt vagyunk ám már most valahol ám. Valahol itt vagyunk ám. Egy késnél lendületet vettél, és akkor ott mikor már hisztünk. Még kavalából ne csomagoljunk. Igen. Kavalából. Igen, múltkor mondom háromszor szerint. Segítsen már berakni. Cseppellel meg. Így kettő dolgozik, 84. Kell valami? Nagyon jó! Kis dombos út! Jobbra mellettünk a hatos, M6-os autópálya! Jönnek a fiúk! Jó!
jó, mert az előttem lévő forját mindjárt elfújja a szél. Ilyen jó idő legyen. Itt lehetünk. Nagyon jó. Egy duróban menjetek! Na lássunk valamit! Lássunk valamit, Robi! Az igen, nézd! Jaj, Robi, megszűrded! Ó, Miki! Vajasz, Gabi, ügyes, jó! Hát igen. Valami kell? Egy tábla csoki. Mit kitalálta? Én azt hittem, ez egy darabka. Ő hozta. Ez egy tábla csoki, én mondom, az nem így tetszik. Köszönöm, uram. De van. Tessék. Mehetünk? Sziasztok! Ne vagy elrólni ezt a jó motort! Lehet, hogy Robi napig kiadt a benzínje! Gyönyörű, ez a Duna! Hello! Na majd elmeséled! Sziasztok! Kizúgy, a túrára kizúgy! Igen, miután a... Nem is indult úgy, hogy a bűr moped rally lesz. A babetta. De ez így jó volt, mert ki van pipában az ősi moped rally. Meg a nagyok. Meg a még nagyobbak. És hazamentek a legények. Hát sikeresen befejeztük ezt a rallyt is, az őszi moped rallyt.